Köszöntöm Önöket! A mai két történetünkben a pillanat töretlen és varázslatos megragadására vállalkoztunk. Képgyártó dinasztiák után kutatva először Székely udvarhely egyik legrégebbi fotoműhelyébe látogatunk el, majd Torockó felé vesszük az irányt, ahol a budapesti Klotz Miklós fotoművész vár minket. Tartsanak velünk! Székely udvarhely belvárosában egy kis kapuaj alatt betérve működik a Kovács fényképészet, amely azért ennyire különleges, mert Európa szerte egyedülálló napfényműtermet működtet a mai napig, és amely egy évszázada örökíti meg a fények árnyékát. A mesterség apáról fiúra szállt, így idős Kovács Árpád is édesapjától tanult meg fényképezni, majd továbbadta az ifjabbi Kovácsnak a tudást. Képgyártó dinasztiák után kutattunk, tartsanak velünk! ...1876-ot írunk. Ferenczi Lukács fotográfus fényképész műhelyt alapít. A sors úgy adja, hogy az idősödő művész megismerkedik idős Kovács István, Marosújváron született fotóművésszel. Az ismerkedésből barátság születik, egy ideig közösen, majd idős Kovács István megvásárolja és önállóan működteti tovább a fényképészetet. Különleges műtermet épített, amely a napsugarait felhasználva örökítette meg a valóság pillanatait. Ezt a műtermet, ahol vagyunk, ezt a 900-as évek első évtizedében építeti idősebb Kovács István, az én dédnagyapám, a kor elvárásainak megfelelően, tehát látjuk itt azt, hogy a műteremnek az egyik oldala meg a tető az teljesen üveg, és különböző függönyök, világosabb, meg sötétebb függönyök vannak. Tehát ekkor még nincsen elektromos áram, tehát a kinti fényt használják fel a jelen megörökítésére, tehát a világításokra, a függönyöknek az ide-oda húzkálásával érnek el különböző hatásokat, amit a felvétel, a beállítás megkövetel. Én, mint gyerek, itt növök fel a nagyszüleim mellett, édesapámnál a másik műhelybe, és úgymond ellesem a szakmát, meg utána majd megképzem is magam ott, tehát utána is tanulok. Hogy most már a negyedik nemzedékként ez szinte kötelező, másrészt meg adott volt a környezet, adott volt a helyiség, a gépek, és egy bizonyos tudás. És akkor így ez szinte már teljesen logikusan következik, hogy én is ezt fogom folytatni. Ezt a kis vállalkozást most a negyedik generáció veszi át, ahol a mesterség apáról fiúra szállt. Idősebb és ifjabb Kovács Árpád vezeti jelenleg a műtermet, mely családi vállalkozás jellegét továbbra is megőrizte. Ma is minden családtag kiveszi a részét a munkából. Itt vendégeskedhetünk ez alkalommal, úgyhogy tekintsünk egy kicsit körül a stúdióban. Idősebb Kovács Árpád a harmadik generáció képviselője. Hasonlóképpen a szakmát kora ifjúságától, édesapjától tanulta. Ma is lehet a korabeli eszközökkel fényképeket készíteni, akár celluloidra is, régi gépekkel, tudtuk meg a tapasztalt fényképésztől. Erről tanúskodik a sötét kamra és a titkos receptek alapján elkészült vegyszerek sokasága. Száraz a kez, akkor nem hagyjuk úgy lenyomatot, de hogyha véletlenül nyírkas a kéz, akkor már rögtön hagy, mert én nyugodtan megfogom, nem csinál semmit, mert száraz a keze. Na de hát ezzel azért kihívás fényképezni, tehát itt az ember belenéz és kattingat, az nem olyan egyszerű. Idejében, ez a 30-as években jelent meg, a maga idejében ezek fofigépek voltak.
félveszem ezt a vonást. Megfosztjuk a karakterétől is, tehát azért. Ki dagad a kép. Ezek a felszerelések, ezek Bécsből lettek rendelve. Nemrégiben találtam erre katalógusokat is, amikbe megtaláltam a fényképezőgépet, az egyik régebbi fényképezőgépünket, és ugyanúgy az anyagot is, meg a szükséges eszközöket is mind Bécsből rendelték. Hát a műterem munkáját azt leginkább a hátterek után lehet beazonosítani, tehát van többféle hátterünk, székely szoba, polgári szoba, kétféle erdőrészletünk, és van egy téli hátterünk, amelyik nagyon sok régi képen felelhető a háttér, az sajnos a háború alatt az tönkrement, az elveszett, de az egy jellemzőbb kovács háttér. A mi fényképészeti műtérnünk abban más, hogy mai napig rendeltetése szerint működik. Tehát ugyanúgy ma is készülhet fénykép a nagygéppel, sík filmre, celluloid filmre, és teljesen kézi eljárással, ugyanúgy, mint régen. A folyamatosan fejlődő technikai eszközök, a rohanó idő nem válik a hagyományos fényképészet javára. Itt mégis a modern és a régi megfér egymás mellett. A fényképészetünk az két ágon működik. Van egy külön részünk berendezve, ahol a teljesen modern dolgokat készítsük, a legmodernebb technikával, és akkor ezt a régi részt ezt külön vettük, és kialakítottunk egy átjárható kört, ahol fogadunk látogatókat, és akik csak megszemlélik, végignézik, végigkövetik, hogy is alakult a fényképezésnek, fényképészetnek a története. Most egy ideje elindult egy olyan folyamat, hogy udvarhelyi családok is megkeresnek, hogy ők hagyományos fehér-fekete képet szeretnének készítetni. Itt a háttérben negatívokat láthatunk, itt a Kovács műhelyben 80 ezer negatívot őriznek, ebből 40 ezer üvegnegatív. Ezeket a padláson, a tetőtérben tárolták, így évek múltán is utánrendelhetőek. Ugyanúgy archiváljuk a ma itt készült, a műteremben készült felvételeket, negatívokat is, tehát aki nálunk fényképezkedik most a régi műteremben, a nagy géppel, az ugyanúgy bekerül a többi 80 ezer negatív közé, tehát ő is részese lesz ennek az archívumnak. A fényképészet megalapítása óta folyamatosan megőrizték a negatív állományt is, tehát akik ide betértek, vagy ahova kiment a fényképész, mert nem csak itt a műteremben készített fényképeket, hanem kiment különböző falvakba, különböző eseményeket megörökíteni, azoknak a negatívjait mind-mind elírta, tehát úgy kell elképzelni, hogy minden negatív kapott egy számot, ami bevezetődött egy regiszterbe, tehát minden évnek van egy könyve, ahol név szerint vissza lehet keresni, hogy ki volt az, akit fényképeztek, vagy milyen eseményen vettek részt. Nemrég egy néni keresett meg egy olyan kéréssel, hogy itt tőlünk nem messze Farkaslakán 10 éve volt egy hatalmas árvíz, és neki mindenüket, képi emlékeiket is elvitte a víz. És akkor ő leírta nekem, a néni úgy meg is hatott engem, hogy ő akkor még kislány, és az anyukájának pettyes ruhája van, ő ül az ölibe, és hogy állnak a testvérek, ki áll középen, hol áll a családfő, és szerencsére ezt nekem sikerült egy hét után megtalálnom. Ő elmondta az évet is, hogy mikor volt készítve, és pont úgy volt, ahogy a néni leírta, pont olyan ruha, ugyanaz a beállás is, így akkor ő rendelt mindenik unokának egy-egy képet belőle. A legfontosabb és talán a legnehezebb feladat a kulturális örökség átadása az utókornak. De kérdés, van-e akinek átadni a tudást és a tapasztalatot? Hatalmas felelősség ezt az archívumot megörökölni és kezelni. Tehát több mint 80 ezer negatívunk
van, ennek egy kis töredékét sikerült mindeddig digitalizálnunk. Mi szeretnénk a teljes anyagot digitalizálni, ezekből katalógusokat kiadni, kiállításokat létrehozni, hogy mások is megismerhessék a szűk hazájuk múltját, tehát az ősöknek a mindennapjait. Nekem egy lányom és egy fiam van. A lányom ő 8 éves, ő is ugyanúgy itt nő fel, mint én gyerekkoromban, és neki is már vásároltunk egy kis könnyebb digitális fényképezőgépet. Ráér ez a témákra, nagyon-nagyon jó meglátásai vannak, és szereti is. Elviszük őt a kiállításainkra is, el szoktuk vinni, és egyik alkalommal ugye elvicceltük, hogy ugye Zsofika, te itthon maradsz, és azt volt a válasz, hogy ő a világ összes kincséért sem maradna le róla. A fiam az pedig egy hónapja született, úgyhogy ő ma pontosan egy hónapos. Hát majd az idő igazolja, majd meglássuk, hogy milyen érdeklődésük lesz. Ma a Kovács Fényképészet napfényműtermében jártunk, ahol a falak is mesélni tudnak. A modern ember a régmúlt idők legszebb pillanataival szembesülhet. Az értékes anyagok újra napvilágot látnak, múltunkról üzennek, történelmünket hitelesítik. Érdemes betérni egy pillanatra. Torockó szívében van egy kis hely, ahol varázslatos dolgok történnek, életre kelnek a tárgyak és megelevenednek a fényképek. E csodák a Morzsák galériában születnek meg, amelyet Klotz Miklós álmodott meg. A varázslat akkor kezdődött, amikor néhány évvel ezelőtt a budapesti fotóművész vásárolt egy házat Torockón. Hogy mi csábította az elismert, sikeres művészt a torockói millióbe, az pillanatok múlva kiderül. Torockó azért egy ilyen kitüntetett hely az életemben, mert a fotózásaim során Torockó volt az a hely, ami úgy rabul ejtett, hogy azt éreztem, hogy én itt hosszabb időt szeretnék eltölteni. És hát ebből adódóan akkor már az az emberi gyengeség, hogy akkor birtokolni is szeretnék itt valamit, akkor ez így engem is megérintett. És akkor úgy gondoltam, hogy veszek itt egy házat, telket. És szerencsém volt, mert volt egy olyan ház, ami elég rossz állapotban volt. Így aztán elérhető áron, de nagyon-nagyon sok munkával sikerült eljutni oda, hogy most már valóban egy kellemes otthon, és a falunak nem szégyene, hanem legalábbis méltó ez a háza. Vannak-e neked erdélyi gyökereid? Hát az erdélyi gyökér az én esetemben csupán az a vonzalom, amit gyerekkorom óta érzek, tehát rokoni szálak nem fűznek, de már a 80-as évek közepén jártam először Erdélybe, akkor inkább csak túrázgatni, és hát általában az ember amerre megfordul, és ahol jól érzi magát, akkor emberi kapcsolatok is születnek, tehát az én kapcsolataim, gyökereim azok a barátságokra, barátságokon alapulnak. Miklós egészen korán, még gyerekkorában kezdett ismerkedni a fényképészettel. Nevét már a Budapesten és külföldön is sokan ismerik. Legfőképpen az ember érdekli, de elmondása szerint olyan pillanatokat is megörökít, amelyek a kihaló félben lévő mesterségek szépségét ragadják meg. Tehát a fényképezőgépemmel azokat a témákat keresem, amiben jól érzem magam. Nagyon jól érzem magam a természetben például. Mint fotó, nem ezek a szívem csücskei. Sokkal inkább az emberek. Tehát az emberekkel szeretek kommunikálni, szeretem az embert alapvetően. Az én portréfotózásaim azért elsősorban arról szólnak, hogy hosszú időt töltök el a modellemmel. Lehet egy ember nagyon izgalmas számomra, de
De ez kiderülhet a beszélgetés során, hogy nem fogom tudni megmutatni azt a fotón, amiért érdemes lenne. Tehát csak egy fotót elkészíteni valakiről, annak nem látom értelmét. A fotózáson belül ugye meg kell különböztetni, lévén, hogy ebből élek, a megbízásokat és azokat, amikor én töltődöm. A megbízások is olyanok számomra, hogy azokat is nagyon szívesen csinálom, mert szeretem a kihívásokat. Tehát minél nagyobb megbízás, minél nehezebb megbízást kapok, az nekem annál jobb. És hogyha nem megbízásról van szó, hanem akár egy könyvre készülök, vagy egy kiállításra készülök, az pedig tényleg habatortán. Hogyha azt halljuk, hogy Budapest, akkor valahogy egy kicsit a modern dolgokkal asszociáljuk, ugye hát nagyváros, és ott nyüzsgés van, pezsgés van. Az ember elismert fotós, és ott egy más millióben tevékenykedik, és akkor lejön Torockóra, ami azt hiszem, hogy egy visszafogott, egy nagyon szép millió, de azért másról szól, mint egy nagyváros, ahol lehet, hogy fontosak még a hagyományok, ahol akár a galérián keresztül is megpróbáltok olyan kis értékeket bemutatni, amelyek a helyiekről szólnak, vagy a te életedben értékesek. Hogyan fér meg a modern és a hagyományos egymás mellett? Vagy hogyan kellene ezt a kettőt összefüggésbe helyezni? Számomra nagyon könnyen megfér, mert mindkettőre szükségem van. Ez a nagyvárosnak megvannak az előnyei és megvannak a hátrányai. A vidéknek, a falunak úgy szintén megvannak az előnyei és a hátrányai. Nem tudjuk elkerülni a hátrányokat, de én azért igyekszem az előnyökre koncentrálni. Tehát Budapestből én annyit kérek, amennyire feltétlenül szükségem van. Ez azért mondom, hogy Budapestből ennyit, mert nem Budapesten lakom, csak a munkám és bizonyos szórakozások kötnek Budapesthez. Budapestről 40 kilométerre lakom, szintén egy nyugodt faluba, a Velencei tó közelébe, és nyilván azért lakom ott, mert hozzám lelkileg közelebb áll a nyugalom, de szükségem van a nagyvárosra. 13 évig éltem is a nagyvárosba, de az ennyi idő alatt kiderült, hogy az nem az én világom. Maradjunk még egy picit Torockónál, hogyha már itt üldögélünk ebben a csodálatos kertben, és hogyha körülnézünk, akkor a táj is nagyon sok mindenről árulkodik. Mennyire fontos a helyszín, amikor elkészül egy fotográfia? Mi az, ami inspirál téged? Most függetlenül attól, hogy éppen Erdélyben vagy Budapesten tevékenykedsz, de maradjunk Torockónál, hiszen itt beszélgetünk. Nagyon fontos. Nagyon fontos a helyszín. Hát a helyszínen lévő dolgok inspirálnak, azok a szépségek ragadnak meg. Hát Torockó egy kivételesen szép falu, nagyon jó adottságokkal. Ez azt gondolom, hogy a legtöbb embert megragadja, ehhez nem kell fotózni. Egy fotós ember számára pedig igazi paradicsom. A legjobb képeim a pásztorokról készültek, akiknél valóban nagyon fontos volt az, hogy milyen környezetben, milyen millióbe helyeztem el őket, illetve helyezték el magukat, és én pedig rögzítettem ezt a látványt. Aztán később ez már kezdett tudatossá válni, és bármerre utaztam a világba, hasonló képek születtek, és ezt nem feltétlenül kellett keresnem, hanem ez úgy valószínűleg nem véletlenül, de ezekbe botlottam. Amennyiben nem fényképészettel foglalkozol, és nem kerülsz kapcsolatba Erdéllyel és Torockóval, akkor vajon létrejöhetett volna a Mózsák Galéria, és megtörténhetett volna az is, hogy te tényleg elkerülsz ide, és itt is kialakítod az életedet? Vagy nagyon kevés esélye lett volna annak, hogy a budapesti fickó Erdélyben legyen? Nagyon nehéz ez, ugye, hogy mi lett volna, tehát ezt így nem tudom, és egyáltalán nem tudom beleképzelni az életembe azt, hogy nincs jelen a fotózás, mert annyira meghatározó az életembe, hogy a legtöbb dolog e köré épült. Még akkor is, hogyha, tehát le lehet vezetni, ha direkt módon nem is, nincs is egyértelműen kapcsolatban vele, de mégis így felfedezhető a nyomokba, visszavezethető, hogy na ez is. De ez így az emberi kapcsolatokra is igaz. Hát
Nekem tényleg azt hiszem, hogy az életemnek egy nagyon fontos része, hogyha nem akarom azt mondani, hogy az életem a fotózás, talán ez így talán túlzás, de egy annyira meghatározó és fontos része, hogy elképzelhetetlen, hogy mi lett volna akkor, ha nem. És hát akkor Torockon ugye létrejött a Morzsák Galéria, és akkor arra kérlek téged, hogy menjünk át és nézzük meg, hogy mit rejt ez a kis ház, és akkor ott majd mesélj nekünk, hiszen azt hiszem, hogy vannak olyan kincsek, amelyeket érdemes így televízión keresztül is megnézni. Miklós otthonosan érzi magát a nagyváros zajától visszavonulva is. Életterének egyik legfontosabb része az a kis galéria, amely sok kincset rejt az odalátogató számára. Egyéni alkotások, festmények, kerámiák, fotográfiák, egyedi kézműves ajándéktárgyak. Mindez egy parányi szobában kiállítva. Morzsák Galéria ötlete igazából onnan jött, hogy kézenfekvő volt, hogy Torockon is legyen egy galériám, mert Budapesten van a Miró fotógaléria, ami 96-ban nyílt, és még most is üzemel, csak már nagyon tartalékon. Ezért aztán, hogy Torockon egyre több időt töltöttünk, és a ház felújítása során nagyon sok pénzt veszítettünk, hogy úgy mondjam, így kellett egy kis üzleti vállalkozásba is gondolkozni. Azon túl, hogy szívem csücske az, hogy egy, nem akarom én megfogalmazni, de azért a helyiek is azt mondják, hogy egy gyöngyszem itt Torockon. Ennek a háznak, hogyha jól tudom, akkor van egy kis története is. Nagyon sok funkciója volt így az évek során, amíg megkapta a mai arcát, ugye most a kultúra befogadója és a kézművességnek az otthona, hiszen azt hiszem, hogy itt, hogyha körülnézünk, akkor tényleg láthatjuk, hogy mi mindent próbáltuk értékesíteni. Mit kell tudni erről a kisházról? Kisházikó, hiszen ez egy egész kicsike. Igen, az benne a jó, és azért is tetszett meg, mert ugyanolyan, mint a torockói házak, csak minibe, nagyjából fele akkora, mint egy rendes ház. És annak idején, amikor ez épült, akkor egy kocsmát építettek tulajdonképpen. A tulajdonosnak ez volt a szándéka. Ez működött is elég hosszú ideig így. Aztán utána volt élelmiszerbolt, aztán volt zöldséges, ruhaneműt is árusítottak itt. És amikor én kiszemeltem magamnak, hogy itt nagyon jó lenne egy galériát nyitni, akkor éppen építőanyagkereskedés volt. És volt akkor a szerencsém, hogy amikor szemet vetettem rá, akkor nem sokkal utána ez az építőanyagkereskedés bezárt, és akkor én bérelhettem ezt a helyet, és egy-két évre rá, hogy elkezdtem bérelni, mert azonnal még nem tudtam megnyitni a galériát, akkor kitaláltam az arculatát, és feltöltöttük termékekkel. Persze elsősorban a galéria jellegét az adja, hogy a fotóimból, kiadványaimból és a barátaim festményeiből láthatunk elég sokat a falon. A Morzsák Galéria, ahogyan a neve is tükrözi, egészen kicsi hely, de a kíváncsi szemlélő megtalálja a számára érdekes és értékes darabokat. Legyen az ajándéktárgy, vagy éppen egy helyi csokoládé, vagy miért ne egy fotó, amely a Torockó csodálatos vidékét örökíti meg. Minden esetre, aki keres, azt talál. Ahogy már a fotózásaim során említettem, én szeretem az embereket, megismerni, és a galéria szemlélete is az, hogy azon túl, hogy nagyon sok termék, nagyon sok különböző termék van, amit szépen lassan fel lehet fedezni, vagy érdemes felfedezni, közben természetes módon kommunikáció is kialakul, kérdéseket tesznek fel, én is teszek fel kérdéseket, és akkor egy kellemes hangulatú beszélgetés alakul ki. De a legjobb visszajelzés az, hogy valóban vannak olyanok, akik Torockóra évről évre eljönnek, és nem hagynák ki, hogy hozzánk ne jöjjenek be. És már tényleg nagyon jó ismerősként, egyesek már barátként jönnek vissza. Én
feladatomnak érzem azt, hogy a fotóimon keresztül népszerűsítsem egyrészt Torockót, másrészt azokat a hagyományokat, amik még elevenen élnek, ezeket dokumentáljam. Most éppen azon dolgozom, hogy egy nagyon szép album formájába a torockói népviseletet mutassam be. És ami a legszebb, hogy életre szóló barátságok szövődnek. Feltétlenül, tehát ehhez nem is kell ez a 10 év, amióta itt vagyunk, hát mert az első években is nagyon jó kapcsolatba kerültünk a helyiek többségével. Erre azért egy példát el kell mondani, ami nagyon megindító volt, amikor még a házat meg se vettem, csak megnéztem, és a szomszédommal beszélgettem, akkor éreztem, hogy a szomszéd az már jó, és az nagyon fontos, hogy milyen a szomszéd. Következő alkalommal, amikor már éppen a ház megvételén tárgyaltam, akkor a szomszédom egyszerűen meglátott, és kiabált, hogy na Miklós, hazajöttél? És akkor ez így nem is értettem hirtelen, hogy mi, de hát ez így nagyon jól esett, és valóban nagyon rövid időnek kellett eltelni ahhoz, hogy úgy érezzem, hogy hazajövünk ide. Ma időutazásra hívtuk Önöket. A székelyudvarhelyi Kovács Fényképészet egyedi napfényműtermében időztünk egy rövid ideig. Majd a budapesti fotográfus kalauzolt bennünket Torockó gyönyörű tájai között. Tartsanak velünk jövő héten is, újabb izgalmas történettel várom Önöket a képernyők elé. Erdély színes, kalandra fel!